Keressük meg Bibliánkban a 96. Zsoltárt. A következőképpen hangzik a jelzett helyen Isten igéje. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Énekelje az Úrnak te egész föld. Énekeljetek az Úrnak, áldjátok az ő nevét, hirdessétek napról napra az ő szabadítását. Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet között az ő csoda dolgait. Imádkozzunk! Urunk, akár beszédben, akár énekben, de téged szeretném dicsőíteni, nevedet hirdetni az embereknek, hogy minél többen életet nyerjenek, és ezzel szaporodjon az üdvözülendők száma. Kérünk, hogy áld meg az ige hirdetés szolgálatát is, add a lelked kenetét az ige hirdetőre és az ige hallgatókra egyaránt. Amen. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim, mindenek előtt megköszönöm az énekkarnak és vezetőinek az egész évi szolgálatukat, amely Isten dicsőségére és nekünk pedig épülésünkre szolgált. Azt hiszem, nem kell hosszan bizonygatnom, hogy az ének zene ősidők óta összefonódik az emberek életével. Ha valaki előről kezdi olvasni a Bibliát, mindjárt az elején olvashatja nem éppen dicső éneket, Lámek énekét. Az imádság, az áldozat mellett az ének jellemezte az Isten előtt való megállást. Nekünk, embereknek tehát adatik az a kegyelem, hogy beszélhetünk, énekelhetünk Isten nagyságos dolgairól. Isten népe éneklő gyülekezet. Az Ótestamentumban átszőtte minden területet szinte az ének. Nem határolták el élesen a profán és a vallási éneket. Volt munkadal. Például, ha kutatástak, arattak, csépeltek, szüreteltek, akkor szívesen énekeltek éneket. A munka is könnyebben ment az énekléssel. A vallásos területen pedig, hát ott van a sok szép zsoltár, amelynek nagy része ének, amit a templomban is énekeltek, nem is beszélve arról, hogy a zarándokok, amikor mentek a templomba, akkor énekeltek, újjongtak, és közösen, együtt, hangosan énekeltek. Tudjuk a Bibliából, hogy Dávid volt az, aki a kultuszi szolgálatokat megszervezte, beosztotta a papokat, és megszervezte a léviták szolgálatát is a templomban, és ennek kiemelkedő helye volt az a lévitai csoport, amelyik énekelt és zenélt az úrházában. Készülésem közben eszembe jutott egy ótestamentumi történet, mégpedig Jósafát története, amikor is különböző népek összefogtak, és Jósafát ellen harcot indítottak. Jósafát először is imádkozott az Úrhoz segítségért, majd utána egy ilyen különös dolgot tett, hogy a lévitákat tette az első sorba, énekeltek, zenéltek, és úgy mentek el harcolni. Hát ki látott már olyan háborút, hogy énekesek mennek az első sorba? És tudjátok, mekkora győzelmet aratott Jósafát? Énekes testvéreim, a szellemi harcban, amikor a sötétség fejedelme ellen harcolunk,
Mindig úgy énekeljetek, hogy ti az első sorban vagytok, és benneteket használ fel az Úr az ő győzelméhez. Igen, azt látjuk a Bibliában nem csupán az Ószövetségben, de majd az Új Szövetségben is, hogy az Isten népe éneklő gyülekezet. Az Úr Jézus Krisztus az utolsó vacsorán, úgy olvassuk, dicséretet énekelve, kimentek tanítványaival, kiment a tanítványaival az olajfák hegyére. A Páska ünnepen az úgynevezett hallél zsoltárokat énekeltek, a 113. zsoltártól a 118-ig, és ez a 15-16-18 volt a befejező zsoltár, a hallél zsoltár, amelyet az Úr Jézus a tanítványaival énekelt. De eszembe jut Pál apostol, meg Sílás, amikor a Filippi börtönben van, megvesszőzték alaposan őket, kalodába zárták őket, megértenék, ha elkezdenének valami palaszt nótát énekelni. De nem ezt teszik. Azt olvassuk, hogy Isten dicsőítő éneket énekeltek. Igen, a hívő ember fájdalmak közepette, a gyászban is Isten felé fordul, és ő dicséri. Így buzdítják az apostolok a híveket, hogy beszélgessetek egymás között zsoltárokban, dicséretet énekeljetek Istennek. Szenvedé valaki közöttetek? Imádkozzék! Öröme van valakinek? Dicséretet énekelje! Hát kellettől jobb! Kedves testvérek! Még a mennyben is Mózes és a bárány éneklét éneklik. Én azt gondolom, hogy ha van valami szép és kedves, akkor ez kétségkívül az. Szinte megszámlálhatatlan azoknak a megtérteknek a száma, akik azt mondják, hogy egy-egy ének szövegre tértek meg. Meghallottak egy éneket, és szíven ragadta őket. Vagy ott mentek el az imaház előtt, és hallották a gyönyörűséges szép éneket, és kíváncsiságból betértek a templomba, és aztán megtértek. Talán az idősek emlékeznek rá, 30-as években, amikor ébredés volt Magyarországon, 30-as évektől, egy későbbi időben még, akkor a hívő emberek énekeltek. Munkába menet, munka közben, vagy még később is, amikor fiatal emberek bevonultak katonának, ha meg akarták tudni, hogy van-e valami hívő társ, mit csináltak? Elkezdtek fütyülni egy-egy hívő éneket. És aztán egymásra találtak, és aztán már is volt társuk a katonaságnál is. Az ébredés idején történt, Kodály Zoltán Debrecenből ment Pestre, és ahogy Debrecenben a nagy templom mellett ment el, hát épp akkor kezdték a 90. zsoltárt énekelni. Kodály Zoltán, amikor hazaért Budapestre, fölhívta Révész Imre akkori püspököt, és elmondta neki, hogy püspök úr, ma az önt templomba előtt mentem el, és akkor hallom, hogy elkezdték énekelni a 90. zsoltárt. Érdeklődöm, hogy ma most már befejezték-e. Hát a reformátusok eléggé elhúzzák az éneket, és hát ezért kérdezte Kodály Zoltán, hogy vajon befejezték-e már az éneket. A hívő ember örömteljesen énekel. Tiszta szívből,
mert a szíve tele van örömmel. Énekeljetek az Úrnak. De hát felmerül a kérdés. Lehet parancsra énekelni? Hát, éppenséggel lehet a katonaságnál, ugye? Ott dalolnak, de hát sokszor olyan immel ámmal csak a szájukkal énekelnek, de nem a szívükkel. Tudjátok, testvérek, az éneklés, ha szívből jön, az a lelki gazdagságot mutatja. Az nem valami kényszer, hanem mindenek előtt orvosság. Amikor netalál az ember, akár szomorú, egy-egy szép éneket elkezd dudolni, és egyszer csak észreveszi, hogy elpárolog a szomorúsága. Végül elkezd Isten dicsérni. Olyan sokat mondó számomra a zsoltárokban az, hogy először Dávid elmondja a búját, baját Istennek, az összes nyomorúságát, és mint a zsoltár végére ér, megtelik a szája Isten dicsőítése. Ez csodálatos. Az Úrnak énekelni. Annak éneklünk, akit szeretünk, akivel közösségünk van. Az édesanya énekel a gyermekének. Szereti. Közösségben van vele. A szerelmes fiatal esetleg szívesen énekel szerelmének. A hívő ember pedig az Úrnak, mert szereti az Urat. Valaki azt mondta, hogy a falujában, ahol felnőtt, négyféle viszonyulási pont volt. Az első, az ellenségeskedés. A második pedig a köszönő viszony. A harmadik a beszélő viszony, és a negyedik a bizalmi viszony. Az ellenséggel nem beszéltek. Aztán volt, akinek csak éppen köszöntek. Jó napot kívánok, és tovább mentek. Aztán a beszédes viszonyban már megkérdezték azt is, hát hogy tetszik lenni, hogy és mint van János bácsi. De a bizalmi viszonynál pedig ott már el lehetett menni bármikor a másikhoz, és lehetett beszélgetni, segítséget kérni, vagy együtt örülni. Hadd kérdezzem meg, te milyen viszonyban vagy Istennel? Ellenséges viszonyban van az, aki talán hetek, hónapokon keresztül nem is beszélget Istennel. Nem kell tagadni az Isten létét, csak éppen nem beszélni vele. Aztán valaki olyan köszönő viszonyban van Istennel, amikor bejelentkezik, elmondja a betanult imádságot, talán az Úr imádságot éppenséggel. Vagy éppen beszélgető viszonyban, amikor hát azért elmondjuk a problémánkat, hát Uram, ez és ez a problémám, segíts meg! Vagy pedig mély, bizalmi kapcsolatunk van az Úrral. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Hogyan származik az új ének? Erre a 40. zsoltárban találom meg a feleletet, ahol ezt mondja az zsoltáros, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvén lépteimet, és új éneket adott szájamba, ami Istenünk dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Először a sáros fertőben, mocsárban, a bűn fertőjében. És ebből az Úrhoz kiáltott. És kiáltás nyomán az Úr segít, sziklára állítja a lábát, biztossá teszi a lépéseit, átéli a szabadítását, az Úr szabadítását. És mi történik ezután? Új éneket ad a számba. Mitől új?
attól, hogy átéli a szabadulást. És tudjátok, ez az Úr nem csak új éneket ad, hanem új szívet is. És amikor új szívvel elkezdjük aztán új éneket élni, énekelni, attól új az ének, amikor újra átéljük az Isten szabadítását. Az új szívvel sokszor még a régi énekek is megújulnak. Azt mondja az Úr Jézus, a jó írástudó ót és újat hoz elő. Hát ez érvényes az éneklésre is. Olyan kedves számomra, amikor régi, kedves evangéliumi énekeket énekelnek, az énekkarok, a gyülekezet, de az is kedves, amikor újat tanulnak, és valami frisset hoznak az Úr oltárára. Kívánom nektek, testvéreim, hogy új szívvel, új énekkel dicsérjük a mi Istenünket. Az ítéletnek és a pusztulásnak a jelévé vált, amikor elhangzik az ének, amikor eltűnik, és nem hangzik már az ének szó, meg a zene. A Jelenések könyvében Bábel tornya pusztulását ezzel írja le János: nem hallatszik benne többé hárfások és zenészek, fuvolások és trombitások hangja. Az ítélet, amikor elnémul az ének, elnémul a zene. Péceli gyülekezet, közöttetek soha ne némuljon el az ének és a zene, hanem Isten dicsőségét szolgáljátok ezzel. Amen.